Sziasztok, Kurusa Levente vagyok. Az előadásom címe a Linux kernel, hogyan csapjunk bele. Ez annyit fog takarni, hogy hogyan is tudnánk elkezdeni a kernel fejlesztést, hogyan tudnánk becsatlakozni ennek a óriási projektnek a fejlesztésébe. Csináltam egy ilyen, ki vagyok én, szlájdot, de el lett mondom minden róla, úgyhogy át is ugorjuk. Először is egy kis tematika, hogy mit is fogunk itt az előadás során venni. Először egy gyors bevezetés, hogy igazából miért is éri meg kernet fejleszteni, miről is szól ez, és egy csomó kételyt és kifogást el fogunk oszlatni, hogy ne legyen senkinek se kifogása. Ki az, aki már valaha fejlesztett kernet, vagy közelébe került? Ki az, aki kedvelte? Senki. Kedvelni. Ez egy hosszú, majd a végén ki fog derülni, miért tettem fel ezt a kérdést. Utána véletlenszerű konfigurációkról fogunk beszélni. Ez egy egyszerű belépési pont a kernel fejlesztésbe, igazából nagyon sokat lehet vele segíteni. Utána viszont egy patchet fogunk elküldeni. Itt, ha minden igaz, van wifi, akkor el fogjuk tudni küldeni, és a fejlesztők látni is fogják, és le fognak szidni. Miért pont a kernelbet szeretnénk fejleszteni, ha annyi nyílt forráskódú szoftver van? Első ok ugye azért, mert ezt kell, mert ezt a munkánk az ezt, de most ettől tekintsük el, és vannak egyszerű okai. A Linux gyakorlatilag a világ mozgatórugója, a szervereket, a felhőket, a desktopot még nem, de majd jövőre, vagy majd egyszer, valamikor. Erről tartottam egyébként előadást, nem is olyan régen, hogy mikor fog előjönni ez. Nem hamar. Ha a kernelt ismerjük, és már fejlesztettük kernelt, akkor igazából tudni fogjuk, hogy igazából, hogy működnek az alkalmazások alacsony szinten. Tehát, hogy ha tudjuk azt, hogy hogyan kommunikál az alkalmazás a kernel és a kernel a hardware-re, akkor sokkal effektív, hatékonyabb szoftvereket fogunk tudni fejleszteni. Érdekes és eredeti kihívások vannak, például hogyan fogadjuk el a módosításainkat, a nagy emberek. Tehát a nagy emberek nem igazán szeretik a módosításokat, de hogy hogyan tudjuk ezt elfogadtatni velük, hogy ezt kelljen nekik elfogadni. Ez egy érdekes kihívás, de ugyanakkor különböző hardverekhez lehet fejleszteni drivereket, amik ugye mindig egy nagyon érdekes téma, hogy akkor elolvasni a dokumentációját egy adott hardvernek, és abból hogyan lesz maga a driver, ami lehet használni, amit tud a felhasználó használni. Néhány kifogással fogunk indítani, ezek nagyon egyértelműek, kernelfejlesztés nehéz. Ez nem igaz. A Linux kernelben már majdnem teljes libcé van, vagyis használható olyasmi, mint a printf, csak itt printk-nak hívják. Ennek oka van, de a lényeg az, hogy igazából bármilyen, mint stringkapi, strkapi, meg az egyéb libcében standard függvények megtalálhatók, a Linux kernelben is használhatóak is. Miért lennének, ha nem lennének azok? A következő ilyen kifogás, hogy nehéz a hibakeresés. Ezt rengetegszer hallottam. Hogyha a kernel lefagy, akkor tény, hogy nehéz megtalálni benne a hibát, de ha teszem azt, driver fejlesztünk, akkor igazából nem fog az egész kernel lehalni, és egy csomó esélyünk marad arra, hogy ezt korrigáljuk. A mai kernel már lehet a GNU debuggerrel használni, vagyis rá lehet csatlakozni egy kernelre, ami remote vagy lokál fut. Ez nem mindig szökélyetes, de sokkal nagyobb segítség, mint bármi egyéb. A netkonzol, vagyis az egy olyan konzol, ami egy egyszerű NIC-n keresztül küldik a DMS-get és egyéb adatokat, és azon keresztül lehet kommunikálni a kernellel. Sorosport az még mindig tökéletes, nagyon egyszerű interfész, gyakorlatilag mindig megmenti az ember életét. Ha a kernel lefagy, akkor egy ups, bug vagy egy stack trace-t kidob egy, és azt könnyű lementeni a netkonzolon vagy a sorosporton keresztül. Miután ezt lementettük, ez egy brutális nagy stack trace, regiszterek tele, minden le van írva, hogy mi történt, mi hogy volt, mi volt bedugva a gépbe, mi nem volt bedugva. Nagyon egyszerű. Tényleg, hogyha különböző hibáknak az okait is leírja, tehát ha például egy nulla pointert meg akarom nézni, mi van ott, akkor lefagy a kernel, és akkor egyértelműen kiírja, hogy ez egy nulla pointer volt az oka, azt is kiírja, hogy hol. Innentől kezdve a hibakeresés már sokkal egyszerűbb. Veszélyes a hardware-re nézve, ugye sok nagyon erős kifogás az, hogyha valami hülyeséget írok a kernelbe, akkor az egész hardware leéghet tőle. Ez az ilyen ősrégi hardverekre igaz, mint például a floppy-ra.
nekem volt egyszer egy ilyen, írtam egy ilyen floppy drivert még régen, és ugye a floppy-t azt pörgetni kell, szoftveresen indítom el a pörgetést. Na most, ha nem kapcsolom ki a pörgetést, egy idő után túlmelegszik. Ez az egyetlen és első hiba volt a kerrefejlesztésben. Ez veszélyes, de apró füstöt okoz, de no probléma. Ma már foolproof a Linux kernel, vagyis igazából bármilyen időzítést beadhatunk, tehát igazából már úgy jönnék egy floppy drive-et a kernelbe, hogy beadnék egy időzítést, hogy itt 30 másodperc múlva mindenképpen állítsa le, ilyeneket ma már lehet csinálni. Ugyanakkor nem fog engedni a Linux kernel maga olyan utasításokat, aminek nincs értelme, és tudja, hogy rossz. Tehát nem fog beleírni hülyeségeket egy PCI driverbe, inkább hall le a kernel, mint hogy a hardware-t pusztítsa el. Következő kifogás, hogy nem mondható befogadónak a közösség. Ez tény. Ez nagyon, rengeteg emberen meggyűlik vele a baja. Ez lehet ez ellen tenni, de nem egyszerű, és tényleg. De ha az ember beküldi az első patchét, amit most meg fogunk csinálni, tehát hogyha most itt van 300 ember, tehát 300-al több kernelfejlesztőnk lesz, akkor nagyobb fognak örülni. Nekem is. Jó. Első lépések. Tehát mi lenne az első lépés? Ugye értelemszerűen a kernelnek a forráskódját valahogy le kell tölteni. Na. Ugye ehhez a Linux kernel Git nevezetű source control managementet, source code managementet használ. Ez cél. Ugye a Git-et le kell tölteni, majd ezeket a különböző linkeket, amiket nem kell látni, úgyse látja senki. Linux Next, majd ezek különböző fájl a kernelnek, ezeket a linkeket azért tettem minden, hogyha nehogy Isten valaki letölti a szlájdokat, akkor innen ki tudja másolni. Egyébként meg Google keresés alapján egyszerűen megtudható. Linuxnak a fájl az egyetlen, amit nem fogok külön elmagyarázni, az a kernel, amit már egyszer valaki, tehát a Linux már release-elt, tehát most per pillanat az RC4-es, a 4.1-esnek, ha jól tudom. Hát ez nem látszik, de EUDIPTULA Challenge. Ez egy ilyen különböző feladat, programozási feladatokból áll, és mindegyiket meg kell oldani, és akkor kapjuk a következő feladatot. Ez 20 feladatból áll, ezek nagyon nehezek állítólag. Én az elsőt megcsináltam, tovább nem vittem jövő hiányában. Ezek nagyon szórakoztatóak állítólag. Ha valaki végigcsinálja, kap egy óriási pingvint. Úgyhogy megéri csinálni. Egy plüss pingvint. Mindenki szereti a plusz pingvineket. De tényleg, tehát az első például egy Hello World modul, tehát a Linux kernelbe írni fog a delikvens egy modult, ami ki fogja írni azt, hogy Hello World rögtön az elején. A 20. teszt már nehezebb. Már rögtön a 6. tesztnél, ha jól tudom, már rögtön patchet kell küldeni a kernelbe. Azt hiszem, áprilisban közölte statisztikát ennek a vezetője, hogy a 6. teszt után egyszerűen nem csinálja tovább senki. Én nem tudom, mi az oka. Ez a Linux Next, ugye ez egy tree, vagyis egy kernel. Ez a state of art, tehát ez a mindenkori legújabb kernel. Tehát ebben minden módosítás benne van, így értelemszerűen ez a leginstabilabb is. Tehát ezt nem ajánlott futtatni, de mégis futtatják páran. Értelemszerűen tesztelés okából, nem mint production. Steven Rothfell, egy osztrák ember fűzi a különböző tree-nek, minden maintainernek a kernelben van egy tree-je, és azokat ebbe a Linux Next-ben fűzik össze, kijavítják a merge konfliktokat és egyéb bonyolult dolgokat. Ez egy kiváló kiinduló pont, ha valaki kernelt akar fejleszteni, ez mindig a legújabb, ebben minden patch benne van, tehát nem fog az a meglepetés érni, hogy ezt már kijavították a következő verzióban. És akkor le vagy szidva, kill file-ba vagy téve, és onnantól kezdve nem látják a leveleidet. Nap mint nap kapok vagy legalább 20 olyan embertől e-mailt, aki nem ezzel a trivel kezdi, hanem valamilyen egyéb trin kezdi, és annak a vége az, hogy valaki aki kicsit kevésbé kedves, az leoltja a fenébe szegényt, és soha többé nem látjuk. Ez ugye nem túl jó szokás szerintem. Alapvető konfigurációk tesztelve, tehát X86, a legtöbb ARM,
PowerPC legtöbb konfigurációt tesztelik, azokat már nekünk nem kell tesztelni, azok alapvető tesztelve vannak, így van. Linux Stable, ezek régi kernel verziók, amikhez az új patch-eket backportolják. Tehát ha mit tudom, van egy kritikus biztonsági hiba, amit kijavítottak a 4.1-be, akkor ezt vissza fogják portolni a 4.0-ba. Itt is be lehet lépni a fejlesztésbe, backportok kellnek, de ez nehézkes és nagyon érteni kell hozzá. Tehát például az a backportoknál ismerni kell a 4.0-asnak az állapotát, meg a 4.1-esnél az állapotot. Ha nem ismerjük mind a kettőt, akkor nehézkes backportolni. Vannak, akik próbálkoznak, kevesebb sikerrel. Greg Kroll-Hartman, ő az ilyen nagy Linux guru. Ő gyakorlatilag Linux Torvaldsnak a jobb keze. Ő tartja ezt a legtöbb Linux Stable Treat karban. Több ilyen van, egyébként sokan segítenek neki, mindenféle cég szponzorálja ezeket a fejlesztőket. Ez egyébként rendkívül időigényes folyamat egy ilyet karban tartani. Van a kernelnek a source tree-ében egy ilyen fájl, hogy documentation stable kernel rules. Na most ez leírja azt, hogy milyen patch-ek és módos commitok, akkor itt már commitokról beszélünk, mert ezeket már Linux elfogadta, milyen commitok kerülhetnek bele egy adott stable kernelbe. Ez olyan, hogy például csak egy dolgot módosíthat, nem triviális, tehát nincs olyan benne, hogy egy tipót vagy ilyesmit javít ki az a patch, mert ennek semmi értelme lenne. 70 sornál rövidebb, teljes hunk, ugye a diff által produkált patch file-nál a hunk 70 sornál rövidebb, ilyesmik vannak benne. Érdemes betartani, ha nem akarunk rosszat. A véletlenszerű konfigurációk. Mik is ők valójában? Hát véletlenszerű kernel konfiguráció. Ezt figyelni, ugye? Szóval ezek olyan konfigurációk, amikkel sok probléma van többnyire. Igazából igen, milyen probléma lehet vele? GCC, ugye a compiler sokféle figyelmeztetést és hibát adhat ki. Van ez a kconfig nevezetű eszköz, amit használunk, ez gyakorlatilag egy script gyűjtemény és egy nyelv. Ez a kconfig egy nyelv igazából. Leírja azt, hogy milyen konfigurációs opciók mitől függenek, mi az, ami kell neki, mi az, ami nem kell neki, stb. Néha nem is bootolnak, inkább többnyire nem bootolnak, mert majd mindjárt látni fogjuk a következő dián, hogy miről is van szó. Ez egy hasznos segítség, tehát hogyha valaki lefuttat, mit tudom én, három ilyet naponta, és hogyha gyakorlatilag 70% esélye van, hogy fog találni valamilyen hibát benne, tehát hogy nem fordul le, vagy figyelmeztetések, ugye a kernelben nem lehetnek figyelmeztetések se. Ez egy hasznos segítség, ha valaki ezeket elküldözgeti. Értelemszerűen vannak automatizált automatizált szoftverek, ahogy ezt csinálják, de nyilván nem tudják az egész spektrumot lefedni, mert gyakorlatilag minden hónapban jön egy új kernel opció, vagy több. Az első randconfigunkat úgy hívják, hogy randconfig, tehát random config. Így kell végrehajtani, még randconfig, mert mindjárt meg is mutatom, hogy milyen egyszerű. Nem ez a terminál, ez a terminál. Látszik, szuper. Elég nagy, ugye? Jó. Ide bejövünk, és csinálunk egy ilyet. Bum. Le fog futni, lefordít egy csomó egyéb dolgot, ami nekünk már nem kell, kiírja a seedet. Az a seed az fontos, hogy arra lehet hivatkozni, hogyha azt szeretnénk, hogy ezt a hibát elhárítsák, akkor azt a seedet érdemes elküldeni. Már látunk egy kconfig hibát, tehát már találtam egyet. Ugye itt ez a warning. Tehát ugye a KVM kiválasztott, a KVM az ugye a kernel virtualization modul, valami ilyesmi. Az a virtualizáció alapja gyakorlatilag, és kiválasztja ezt a task stats nevezetű konfigurációs opciót, ami viszont függ a networkön és a multi-user supporton, amiket viszont nem választott ki a randomizáció. Nagy esélye, ha most lefordítanám a kernet, ami nagyjából 5 percet vesz igénybe, akkor nem fordulna le, vagy egyéb, vagy bootolási hiba lenne, vagy ilyesmi. Most igen, mindjárt visszamegyünk ide. Érdemes tudni, hogy igazából semmi értelme nincs, mert olyanokat csinál, hogy lefordítja azt, hogy network, de nem fordít le hozzá a network interface-t. Tehát belefordítja, hogy IPv6, de igazából nincs is semmilyen Ethernet driver, meg semmi ilyesmi. Ezek nem olyanok, ami production-re vannak. De érdekes. Tehát így kell lefordítani, hogy még J4, tehát a 4 az az, hogy az hány processzorunk van, ugye van ez a parancs, coroutine van, azt hiszem benne, hogy mproct. A processzorok számát kiírja, ugye az a ferde apostróf pedig ugye azt jelenti a bashben, hogy annak a parancsnak a
közte lévő parancsnak az outputját tegye oda be. Konkert. És akkor így lehet lefordítani. Na, van a kernelben egy, ez már a patchelés része lesz egyébként, már közeledünk a célhoz. Van a kernelnek a fájában egy ilyen mappa, hogy drivers slash staging. Ezek kezdetleges állapotú driverek, a Realteknek vannak ott rengeteg driverei. Igen. Meg egyéb szolgáltatóknak. Van mindegyik mappát, tehát ott különböző driverek, amiket igazából nem érdemes futtatni, mert úgysem működnek. Nekem még sosem működött egyik sem, bármelyiket akartam használni, ami volt hozzá hardware, de nem működött egyik sem. Tudófájl van bennük, tehát hogy mit kéne ezzel a driverrel csinálni. Különböző problémák, hogy ezt kéne kijavítani, azt kéne kijavítani. Viszont majd lesz benne egy fontos dolog, amit majd későbbiekben beszélünk. Van egy eszköz, amit úgy hívnak, hogy check patch. Ugye patch-el rendőrzése. Itt régen bárhol lehetett futtatni, sose szerették, most már tiltott, tehát most már végképp nem szeretik. Volt ennek oka, volt egy kanadai srác, aki nem igazán volt normális, mindegy. Tehát máshol inkább ne futtassuk. Szóval így fogunk csinálni egy patch-et. Ezt animálni akartam, de nem sikerült. Majd akkor mindjárt fogunk csinálni egy patch-et. Na. Szóval, le van töltve a kernel, a forrás, ugye a Linux Next-et töltöttük le. Itt van a tree, nem látszik az egész, de ez a lényeg. Futtatjuk a scripts alatt van egy ilyen, hogy check patch. Igen, hozzá kell tenni ezt a file switch-et, nem tudom, látszik, vagy annyira nem látszik, igaz? Látszik? Jó. A legalsó sor az a lényeg. Én itt nem látom. Szóval, következő az, hogy ugye bemegyünk a drivers alatt a stagingbe. Nem látszik egyik, de van itt egy Realtek driver. Tehát beírom, hogy RTL, már látszik, hogy mennyi Realtek van, amik nem igazán működőképesek. Kiválasztunk egy random drivert, ez mondjuk jó lesz. Kiválasztunk belőle egy fájlt. Van ez a receive file, lefuttatjuk a checkpatchet, egy kicsi időbe fog telni. Igen, és tele van hibával, ugye látjuk, hogy nem látjuk. De majd mindjárt megoldjuk, hogy látjuk. Lássuk. 14 hiba, 55 figyelmeztetés és 2335 sort ellenőrzött le. A figyelmeztetésekkel egyébként nem igazán érdemes törődni, mert azok a többnyire apró hibák, amiket úgy akkor szeretnek az emberek, hogyha az egészében lefordítjuk. Az egészében kijavítjuk. Tehát ugye először a checkout new branch, Open Academy, ez arra jó, hogyha akarunk egy branchet létrehozunk. Pillanat, és akkor megcsináljuk azt is. Tehát most, ha megnézzük, hogy milyen branchen vagyunk, akkor épp azon a branchen vagyok, de akkor visszamegyek a mesterre. Kitörjük azt a branchet. Open Academy, tak. Jó. Akkor checkoutoljunk egy új branchet. Ez az Open Academy branch lesz. Egyébként azért érdemes új branchet létrehozni, mert ha nem fejezzük be egy adott patchnek a... Nem fejezzünk be egy adott patchet, akkor egy branchet lehet rebase-elni, és akkor megkapjuk a mások által csinált módosításokat is. Tehát így ez ha valaki ért a Githez, ez tudja, hogy miért érdemes. Ezt tényleg így kellene csinálni. Jó. Akkor reseteljük a fánkat, nem akarunk izét semmi egyéb módosítást, tehát az összes apró módosítást, amit esetleg létrehoztunk véletlenül, azokat töröljük ezzel az egyszerű parancssal. Akkor most már kezdődhet a munka. Ugye most futtatjuk le a checkpatchet, így, és akkor ki fog adni egy csomó hibát, és akkor odaírjuk, hogy lesz, és akkor látjuk is, hogy mik vannak. Oké. Szóval például itt van ez a warning, ezt akkor kijavítjuk most, ezt elküldjük patchként is. Tehát ugye space prohibited between function name and open parentheses, tehát az azt jelenti, hogy a függvény neve és a függvény paraméter lista, argumentum listája között nem kéne, hogy legyen space. Ez coding style probléma. Ugye a coding style-nak különböző okai vannak, hogy miért van. A coding style segít a bug keresésben, és szépen is teszi a kódot. Szóval nem néztük meg, hogy melyik soron van, 86. azt hiszem.
88. soron van, ugye itt írja, hogy hanyadik sor. Itt is írja, hogy hanyadik sor. Jó. Elindítjuk az egyetlen texteditorunkat. És itt is vagyunk. Látjuk a hibát, egy egyszerű módosítással kijavítjuk. Elmentettük minden. Most megnézhetjük a git diff parancsal, hogy mit is csináltunk. Hoppá! Ez egy nagyon szép patch. Egy nagyon egyszerű módosítás, de itt most igazából az előadások célja az, hogy lássatok, hogy milyen egyszerű egy ilyen patchet elkészíteni, és ezzel tényleg lehet segíteni a fejlesztést, és tényleg tetszeni fog valakinek. Szóval, ugye meg átnézzük ilyenkor, ezzel a git diff parancsal át tudjuk nézni, hogy van-e benne valami hiba, van-e benne valami egyéb padarság, amit nem akarunk. Ha ezzel túl vagyunk, akkor következő... Ups! Linux desktop. A következő lépés az, hogy commitáljuk. Sign off. Ki tudja, mi ez a sign off? Hát a társaság 10%-a. Sign off, azt aláírjuk a patchet. Tehát minden egyes patchet, ahhoz, hogy bekerüljön a kernelbe, alá kell írni. Van a kernelben egy ilyen file, azt hiszem meg is tudom mutatni. Már nem tudom pontosan a nevét, de... Jó, mindegy. Szóval itt van valahol benne CodeAfcon. Nem, az egy másik. Na mindegy. Most nem fogunk ezzel időt tölteni. Elfogadod, hogy azt a patchet te írtad, jogod van feltölteni, jogod van elfogadni mindenféle egyéb dolgot. Az all switch pedig azt csinálja, hogy az összes módosításunkat, tehát nem csak a git diff, az kiírja az összes módosítást, amit ez a gitnek egyébként egy tulajdon, tehát ez a git miatt van, ez az all, de most nem gitről tartunk előadást, úgyhogy ebben nem fog belemenni, kell és kész. Ha ezzel megvagyunk, akkor most először is commitáljuk. Tehát így lehet rövidíteni, hogy ASV az A-szól, az S az a sign off, akkor majd látni fog, hogy beleírt egy ilyet, tehát ugye ez a commit, ugye a András keresztel kezdődő soroknak comment, a signed off by az pedig, hogy én aláírtam, ott az e-mail címem is. Mindenki tudja, hogy én vagyok az, aki. Ugye akkor megnézzük, hogy mit is módosítottunk, tehát itt van ez a csodás file. Érdemes kimásolni. Na, szóval young. Ide bemásolom, és akkor látjuk azt, hogy tehát vannak egy standard metódus, hogy hogyan kell a patch-eket elnevezni. Érdemes az ilyen check patch, meg ilyen staging-eknél beleírni azt, hogy ja, igen, ez azon a sor. Tehát ilyet beleírunk, hogy staging, utána teszünk egy ilyet, és egy paste. Ez nagyon fontos. Nagyon sokan nem csinálják, és szörnyű. Szörnyű. Szerintem nem néz ki jól, és nagyon kevésbé kedves embereket föl tud idegesíteni. Fix. Tehát leírjuk, hogy mit is. Fix parenthesis before parameter list. Blablabla, tehát ilyesmit. Beleírjuk, érdemes beleírni, hogy found by checkpatch, különben nagyon hülyének fognak nézni. Hogy ilyeneket töltjük manuálisan az időt, ezt azért. Tehát ennél azért jóval többet szokás beleírni, miről is szól a patch, de ez ilyet minimum bele kell írni. Elmentjük, és kész, commitáltal. Ezt egy szépen kiírja nekünk, hogy egy fájlt módosítottunk, egy sort raktunk be, egyet töröltünk, és ennyi. Ha git logot beleírjuk, akkor látjuk, hogy ott vagyok. Kurusa levette commitált valamit. Ezt még senki más rajtunk kívül nem látja egyébként, tehát ezt még föl kell. Most jön a következő lépés, a legnehezebb, tehát írtam is, a legnehezebb dolog. Elküldeni. Ez meglepően nehéz. 10-ből 9-nek nem fog sikerülni, ezt mindenki megpróbálja Thunderbird-del elküldeni, és a végeredmény egy olyan patch, ami össze-vissza vannak a sorok, a különböző space-eket, tabulátorokat space-é, szerkesztette, és nem lehet apply. Tehát van a gitben egy ilyen parancs, hogy git am, ugye nem futtat le, mert standard inputon vár valamit, de ez a git am, ez amiben vele pipe-olom a patch-et, akkor belekerül a tree-be, mint commit. És ezt a Thunderbird meg a barátai nem igazán respektálják, tehát nem lesz túl jó a kód, a patch. Ezért kitalálta
Most ez jó. Na, így már működik. Szóval kitalált egy Linus, azt hiszem, kitalált egy sendmail parancsot, ami a Gitnek egy beépített parancs, amit pontosan erre van kitalálva, hogy működjön. Tehát, hogy pont el tudjon küldeni patchet úgy, ahogy volt. Egyébként ez a patch küldés, ez Matt-tal is meg. Ki az, aki használt már Matt-ot? Nagyon sokan. Szóval Matt-tal is megoldható, de ez a git sendmail, ez egyszerű, lehet scriptelni, és a többi. Az egyetlen paraméter, ami fontos, az a patch file. Van fontosabb paraméter, például kinek küldjük, de arra meg később. Thunderbird-el is meg lehet egyébként oldani, nekem sikerült, de hónapokba telt, és nem. Van egyébként már egy guide, azt hiszem, miután sikerült megoldani, kb. 2 nappal később kijött egy guide, hogy hogyan lehet ezt megoldani. Nagyon jó, szóval nem igazán effektív, nem igazán hatékony Thunderbird-el küldeni patch-eket. Maintainert kell keresni, kinek küldjük el azt az adott patch-et. Igen, az előbb nem csináltam meg egy fontos lépést, ezt a git format patch-et. Ezzel fogjuk létrehozni magát a fájlt, amit el fogunk tudni küldeni. Tehát az előbb írtam egy patch fájlt, azt viszont ezzel el tudjuk küldeni. Ki is írja, hogy mit hozott létre, egy 0001 staging, tehát ugye ez egy, itt egy patch set úgy készül rá. Az egyetlen szerkesztővel megnyitjuk a fájlt, és beleírom azt, hogy sent during a conference. Tehát, hogy tudják, hogy miért ilyen rövid. Különben csúnyán fognak nézni. Na most van ez a file, ez a script per get maintainer. Ez egyébként több open source projektben is elterjedt ez a get maintainer és check patch file, mint például QEMU-ban is így van. Van itt a kernelben egy ilyen, hogy maintainers. Ha belemegyünk valahova ide, itt van például, hogy az API patch-eket, tehát az application programming interface, vagy application binary interface, hova kell küldeni a Linux Dash API címre. Ezek azok a fájlok, amiket módosítanak, tehát ezek regexek, ezek az F-fel kezdődő sorok, ezek regexek, amik leírják, hogy milyen patch, ami ilyen fájlokat módosít, azokat kinek kell küldeni. Tehát ugye erre a listára kell, ha kicsit lejjebb megyünk, itt olyan, keresünk valakit, akit ismerünk, tehát hogyha például egy C-grupot módosítanánk, akkor ezt el kéne küldeni Fijan-nak és Lisefan-nak. Igen, tehát ők ennek az adott résznek a maintainerjei. Ezt nekik mindig el kell küldeni a patch-eket, hogyha valami ilyesmit csinálunk. Akkor futtassuk le ezt a fájlt. Így, ilyen egyszerű, tehát get maintainer, és beleírjuk a fájl nevét. Ki fogja nekem adni, hogy Larry Fingernek kell elküldeni, Jess Sorensennek, Greg Kroll Hartmannek, meglep. De akkor 90%-án a fájlok, neki is el kell küldeni. Steven Rothwellnek és nekem nem fogjuk elküldeni, mivel ők csak sign off. Tehát azért lehet itt szelektálni értelemszerűen. Aki maintainer, vagy ilyen supporter, tehát itt látszik, hogy maintainer, minek a maintainere, tehát a Realtek drivereknek a maintainere, ő viszont már egy supporter, tehát őt azt hiszem, fizetik ezért. Ő a stagingnek, ezt a staging, tehát a drivers per stagingnek a maintainere, neki azért kell elküldeni. Többieknek, például Stevennek és nekem, másokból kell elküldeni, azért mert 2 commitból egyet én írtam alá. Ez. Különböző listákat láthatunk, tehát itt a Linux Dash Wireless, ugye a különböző vezeték nélküli network interfészeknek kéne kell elküldeni a drivereit, a módosításaira, Devel driverre, Oregon State University Open Source Lab, az az OSL, egy amerikai egyetem, nagyon sok pénzt ad a kernel fejlesztésnek. És az LKML, ami ugye a féltett lista, amit senki sem szeret. Tudom, napi 1000 levél jön tőlük, és erről a Linux kernel listáról, ezt hívják LKML-nek, mint Linux Kernel Mailing List. Föl kell iratkozni rá, valaki kernet akar fejleszteni, de szerencsére vannak mail filterek. Hasznos. Ha valaki nem akar őrült lenni, akkor nagyon hasznos. Szóval most, ha tudjuk, hogy ki a maintainer, akkor igazából ki is írjuk. Nem látjuk, mert túlmegy a képernyő. Mindegy, majd akkor fejből. Ugye ez elkészíti a maintainer listát, hogy igazából ki az, akinek el kell küldeni a patch-et. Ugye ezt a listát ugyanúgy is úgy is megtudhatjuk, hogy végigmenjünk a maintainers file-on, tehát ugye van ez a file, amit előbb mutattam, azon valaki végig skandál, és megtalálja, hogy ezt az adott részt ennek az embernek kell küldeni, az is jó. Tehát a lényeg az, hogy megtaláljuk a maintainereket, de mindegy csináljuk valami manuálisan, lehet automatikusan. Na, a következő lépés, akkor küldjük is el. Tehát ugye
Jó lenne. Jó. Érgesek lesztek. Remove white space. Majd megoldjuk, hogy akkor csak úgy tűnjön, mint elküldik. Fenébe. Lebuktam. Szóval, miért? Tehát ugye a git sendnél, szóval, send e-mail, azt hiszem, send mail. Send e-mail. Miért? Miért vagy? Hogy mi kerül be? Nem értem. Ja, hát az git, commit, amend. Vagy lehet igazából, van-e? Tehát aki ismeri a git-et, az tudja, de most nem a git-ről gondoltam beszélni, de ugyanígy meg lehet csinálni, hogy git rebase, így, és akkor tehát az utolsó két patch-et, ha megnézzük, mindegy, nem akarunk ezzel foglalkozni most. Szóval, tényleg, tehát a patch file tényleg a régi. Szóval ezt mindig végre kell csinálni, igen, ez egy feszélyes dolog. Whitespace, most már van egy ilyen fájlunk, hogy Whitespace, ez most már jó, akkor ebbe bele kéne írnom, hogy mikor küldtem, tehát akkor ezt, ugye a három kötőjel fölötti sorok fognak bekerülni a commit message-be, amit a git log ki fog írni, úgyhogy alá fogunk írni olyan dolgokat, amiket nem akarunk a message-be, tehát hogy sent during open academy bp, whatever. Szóval, tehát elmentettük úgy, benne van az, hogy open academy-n küldtük, nem tudom, hogy örülni fognak neki, karácsonyi ajándék. Jó, akkor a következő lépés, hogy megtudni azt, hogy kik is voltak ennek a maintainerjei. Ugye nem látom, de a legtöbb mindjárt visszatekerek, és kimásolok egy-két e-mail címet onnan. Szóval Larry Finger, neki elküldjük. Azt hiszem, yes, szóval ezzel már nem a Red Hat-nél dolgozik, így igazából neki már nem fogjuk tudni elküldeni. Neki nem is küldjük el. Send e-mail, beleírjuk azt a patchet, whitespace, ezt a sort, hogy confirm equals always. Ezt én szeretem azért beleírni. Ez azt jelenti, hogy mielőtt elküldeni, azért meg fog minket kérdezni, hogy biztos el akarjuk-e így küldeni. Ezt jó, kicsit. Hát volt már olyan, hogy tehát a magából a fájlból is kinéző, hogy kinek küldi el, és egy csomó embert belerakott, akit nem kellett volna, és úgy ment el, és az nem túl kellemes, amikor valaki azért ír neked, hogy nem igazán szerette volna a patchedet látni. Ugye ilyen two parancsokkal fogjuk tudni beírni, hogy kinek akarjuk elküldeni, Larry Finger, meg elküldjük, CC-zhetjük valamilyen listát, CC-zzük az LK-mel, tehát a Linux kernel mailing listát, ugye ennek ez az e-mail címe. Ups. Minket alapból be fog rakni a CC-be, és akkor nézzük, küldjük is el. Tehát, hogy kitűjjenek az e-mailek ugye tőlem, ugye enter, message ID nem, és most ha kicsit csökkentem hát nem így gondoltam, de ez itt túl kicsi. Már nincs reflow, nem baj. Tehát látszik ott az elején, hogy adding, nem én nem olvasható még. Tehát, hogy adding CC, carbon copy, tehát én is meg fogom kapni a levelet, még egyszer meg fogom kapni a levelet, és itt van végül, igazából innen indul a patch. Tehát, hogy tőlem, Levente Kurusától, megy Larry Fingernek, az LKM-en fog róla kapni egy másolatot, és ez lesz a címe a patchnek. Remove whitespace before parameter list. Nagyon egyszerű patch, értelemszerűen. Ha most Y nyomok, akkor elküldi a patchet. De köszönöm a figyelmet. Ott van az e-mail címeim, Twitter, Google+, blog, most már telem.